Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban szó lesz tűzmegelőzésről, ellátogatunk a mentősök gyakorlatára, majd egy Edda koncertre, és megnézzük, hogy milyen volt az idei megyenap, tartsanak velünk. Vendégem a stúdióban Koppán Viktor Dávid, a Fehérvári Tűzoltók Egyesületének elnöke. Köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat egy fontos téma kapcsán. Köszönöm a meghívást. Ugye itt az ősz közeleg, ami azt jelenti, hogy lassan indul a fűtési szezon, előkerülnek a gyertyák. Ilyenkor, és mondjuk ez nem biztos, hogy pontosan így van ilyenkor, de talán kiemelten fontos beszélgetnünk a tűzmegelőzés fontosságáról, de ugye ez az év bármely részében jellemző lehet. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy az idei mérleg milyen, mennyi tűzeset lehetett így idén, tudunk erről számadatokat, ugye sajnos voltak halálos áldozatok is. Picit beszéljünk erről, és aztán ennek az egész megelőzésnek a fontosságáról, ami ugye most az előttünk álló hónapokban következik. Valóban azt gondolom, hogy az egész évben körülvesznek minket azok a veszélyforrások, amik tüzet okozhatnak. Ugye a tűz kialakuláshoz nem kell sok minden, kell léghetőanyag, kell egy gyújtóforrás, meg kell az oxigén, hát ez mind a három rengeteg mennyiségben körülöttünk veszélyen, rengeteg éghetőanyagot használunk, bútorokat, lakástextiliákat, papírokat, íróasztalokat, tehát az éghetőanyag az jelen van. Gyújtóforrások is igazából nagyon könnyen, ugye a nyílt égésterű sütés, főzés, gyertyagyújtás, öngyújtó használt, mécsesek gyújtása, aztán az elektromos hálózatok is ugye nagyon gyakran tüzet okoznak. Azt gondolom, hogy érdemes erről beszélnünk az év bármelyik szakában, hiszen például az első fél évben úgy láttak a statisztikai adatok, hogy 3815 lakástűz volt Magyarországon, és abból sajnos 42-en életüket vesztették, tehát azt gondolom, hogy 6 hónap alatt 42 ember meghalt tűz következtében, akkor érdemes beszélnünk a megelőzésről. Egyébként ez az őszi időszak valóban sokkal megterhelő tud lenni, hiszen a fűtéseket beindítjuk, sokan még esetleg a hétvégi házakat is használják, hiszen az idő már este szükséges tesz, hogy beindítsák a fűtéseket, vagy begyújtsanak. Ugye ott egy nyílt láng használata történik, ez megint nagyon veszélyes lehet. Aztán a fűtési szezon, ugye, amikor már elindulnak a fűtések, ezek is, hogyha nyílt égésterű kazánokat használunk, akkor ott jelen van a tűz abszolút, és hát érdemes odafigyelni, hogy a kazánok környezetében mennyire pakoljuk tele ugye égető anyagokkal, fűtőanyagokkal ezeket a helyiségeket. De azt gondolom, hogy egy átlagos mindennapi sütés, főzés is baj tud okozni, meg hát ugye nem beszélve, hogy az elektromos hálózatok is ugye néhány év ezelőtt, 10-20-30 év ezelőtt épültek azok a lakóházak, amikben élünk, akkor egy bizonyos mennyiségű elektromos hálózatot terveztek abba a házba. Ma már mindenkinek van klímaberendezése, mosogatógépe, szárítógépe, a család minden tagjának telefonja van, tehát egy nagyobb megterhelése van ezeknek az elektromos hálózatoknak, és hát ez is nagyon sok esetben tüzet szokott okozni. Azt szeretném, hogyha ezeket egy kicsit végigvennénk, talán valamennyit ejtsünk szót, néhány szót mindegyikről, de hogy ez a 42, most ezen megakadt a fülem, ez mennyire számít kirívóan soknak, vagy ez sajnos átlag, ez a szám, hát hogy 42-en én nem tudok statisztikára rendelkezni, ezt mindig az Országos Katasztrófa Igazgatóság gyűjtése adja ki ezeket a statisztikát. A hírportálokon azért lehet olvasni az elmúlt években, és azért egész évet tekintve azért voltak olyan évek, ahol százas nagyságrend volt, sajnos a tűzesetekben elhunytak száma. Én azt gondolom, egy is nagyon sok, úgyhogy érdemes erről mindenképpen beszélnünk, hiszen nagyon kis odafigyeléssel megelőzhetőek lennének a tűzek. Igazából arra kell figyelnünk, hogy milyen veszélyforrások vannak a környezetünkben, és a tűznek a kialakuláshoz szükséges tényezők, amit megbeszéltünk, ez a három dolog, ez az égető anyag, a gyújtóforrás és az oxigén, ez mennyire van jelen. Hát ugye az oxigénre nekünk is szükségünk van. A égető anyagokat kicsit talán tudjuk csökkenteni, hogyha azt átvesszük, hogy mennyire tudunk felhalmozni a lakásunkban mindenféle égető anyagot, egy kicsit elpakolni, egy kicsit úgy rendszereznek ezek a dolgokat, hogy ne legyen annyira tűzveszélyes. Tehát a sütés, főzés közben is nagyon sokszor beszélgettünk már mi is, ugye a lakástűzek egyik kiváltó oka, ugye a konyhai tűzek, amikor az olaj meggyullad a lakásban, és hát ugye a környezetét nem mindegy, hogy oltjuk el, nem mindegy, hogy milyen technológiát használunk ilyenkor, ez mind közé játszik. Mondjunk azért egy-két tippet, mert ugye a háziasszonyként ugye már ez több fórumon megbeszéltük, hogy nálam is volt olyan eset, amikor az olaj jó nagyra fölment, és hát majdnem, hogy csak egy pillanat lett volna. Igen, szerintem. Igen, valóban. Ugye arról beszélünk. Ilyenkor mihez kell nyúlnunk? Igen, ugye arról beszélünk, hogy ezt jó háziasszonyok biztosan jobban tudják, mint én, de ha jól emlékszem, már a fritőzőkre is ilyen 280-300 fok körüli
fok érték van írva, amikor a húst kell sütni. Hát az olaj az már 480-500 fok körül meggyullad, tehát nem akkora különbség van az olajnak a gyulladás és a sütésre használt hőmérséklet között. Egy kicsit nem figyelünk oda, ugye szólnak a gyerekek, vagy bár telefonhívást kapunk, egy kicsit felügyetnek, hagyjuk ebbe a lábasba, vagy sütőbe az olajat. A tűzhely melegíti, eléri ezt a gyulladási hőmérsékletet, és meggyullad az olaj a lábasban. Ekkor azt látjuk, hogy ég a lábasunk. Ilyenkor ugye ösztönösen a vízhez nyúlnánk, nagyon sok esetben, te is mesélted, ugye az embernek az ösztönös dolga, hogy vízzel leoltjuk a tüzet, csak hogy ugye ilyenkor az történik, hogy a víznek sokkal nehezebb a fajsúlya, lemegy az olaj aljára, de mivel forró az olaj, felforraz a víz, és ugye ezt tudjuk fizikából, hogy 1800-szorosára tud megnőni az a víz térfogat, tehát ha csak 2 deci vizet is beöntünk egy égő lábas olajba, akkor 1800-szor akkora gőzfelhő fog kilőni, és hát ez szét fogja vetíteni az egész konyhánkba, hogy ezeket az égő lángoló olajcseppeket, és hát egyrészt magunkra is nagyon veszélyes égési sérüléseket szenvedhetünk, illetve hát ezért a konyhában is rengeteg az éghetőanyag a konyhabútorokról, az asztalról nem is beszélve, és hát ebből szokott lenni ez a probléma. Tehát nem szabad sosem vízzel oltani az olajtüzet, hanem kell keresni egy fedőt, egy vágódeszkát, egy alkalmas takaró eszközt, le kell takarni ezt a tüzet, akkor elvonjuk tőle az oxigént, a tűz megszűnik, le kell kapcsolni alatt a tűzhelyt, és megvárni, amíg lehűl, mert hogyha azonnal levennénk ezt a takarást, mivel megszüntettük az égést, akkor ugye a jellemzők még ilyen rendelkezésünkre állnak, tehát ott az éghető anyag, ott a gyulladási hőmérséklet, oxigént adunk neki vissza, és azonnal visszagyullad az olaj. Tehát még egyszer a fontos mechanizmus az az, hogyha kigyullad a lábasban az olaj, akkor valamilyen fedővel eltakarjuk, egy másik lábassal, serpenyővel, fedővel, bármivel. Tehát akkor ne lisztet öntsünk rá, ne. Mert ez is egy másik ilyen felmerülő dolog szokott lenni, hogy akkor víz helyett lisztet. Igen, az is belefröccsen, és akkor ugyanúgy kifröccsenhet az égő olaj. Tehát nagyon fontos, valami szilárd, kemény anyaggal letakarhatjuk. Léteznek ugye tűzoltótakarók, ezt mi is beszoktuk mutatni, egyébként érdemes beszerezni néhány ezer forintos összeget, lehet egy háztartásban tűzoltótakarót alkalmazni, és letakarjuk ezt a tüzet, elzárjuk alatta a gáztűzhelyet, vagy a villanytűzhelyet, megvárjuk, amíg lehűl, és akkor már biztonsággal meg tudtuk óvni a lakásunkat és a saját egészségünket. Beszéljünk egy picit a gyertyákról. Meg hát ugye vannak más olyan okok is, amik mondjuk kiválthatnak egy-egy tüzet, például a cigaretta és a többi, ugye ebből is van még azért, előfordul. Igen, ugye ezeknek a halálos lakástüzeknek egyébként a vezető oka között szokták emlegetni a nyílt láng használt, tehát ugye, hogyha valaki öngyújtót használ, gyertyát, mécsest, adventi koszorút gyújt meg, vagy éppen sütés-főzés alkalmával nyílt lángot használ, ez sajnos még mindig egy jellemző oka lehet a halálos tüzeknek. Valóban ugye most azért jönnek majd azok az ünnepek, jönnek azok a szertartásszerű dolgok, amikor gyertyákat gyújtunk otthon, koszorúkon lévő gyertyákat, mécseseket gyújtunk meg, és hát ugye itt abszolút nyílt lánggal dolgozunk. Nagyon fontos, hogy azban a helyiségben, abban a szobában, ahol meggyújtjuk ezt a gyertyát, koszorún lévő gyertyákat vagy mécseseket, ne hagyjuk felügyelet nélkül, maradjunk abban a szobában, hiszen jöhet egy légáramlat, jöhet, feldőlhet ez a gyertya, bármi történt. Próbáljunk úgy elrendezkedni az asztalon, hogy ne legyen sok éghető anyag, terítő, szalvét, egyéb olyan, ami könnyen lángot kap. Hát ugye az adventi koszorúk is általában száraz anyagból készülnek, tehát önmagában már egy tűzveszélyes dolgról beszélünk, de azt gondolom, egyébként egy korsó vizet, egy liter vizet egy nagyobb pohárba bekészítünk abba a szobába, és hogyha éppen felpül ez a gyertya, vagy meggyullad a koszorú, azt szoktunk mondani, hogy kis tűzből keletkeznek a nagy tűzek, tehát ezeket nagyon könnyen egy ilyen, most mondjam, egy korsó vízzel el tudjuk oltani, és akkor nem történt semmi baj, de semmiképpen sem hagyjuk figyelem és felügyelet nélkül ezeket a koszorúkat. Még meséltél, illetve említetted az otthoni berendezéseket, ugye az elektromos hálózatot, stb. Ilyenkor ősszel mi az, amit tudunk otthon tenni, mondjuk a karbantartást illetően, tehát hogy átnézni a bizonyos dolgokat, mi az, ami a legfontosabb, amit át kell nézni, mert nagyon sok mindent lehet hallani, tehát a gázbojlertől, kazántól elkezdve tényleg nagyon sok probléma előfordulhat. Hát ugye, hogyha gázkazánt használunk, akkor évente azért illik, és jó lenne, hogyha kötelezőnek tekinteni mindenki, hogy átvizsgáltassa azt a gázkazánját fűtési szezon előtt egy gázszerelővel, aki hitelesített gázszerelő, megnézi pár ezer forintért, és el tudja dönteni, hogy alkalmas-e a használatra, vagy nem. Nem pedig később lesz akár, hogy nem csak tüzet tud okozni, hanem szénmonoxid mérgezést, ami szintén halálos tud lenni. Azt mondja, jönnek a fatüzeléses, nyílt égésterű kazánok, amikor begyújtunk valamivel, óvatosan kell figyelni, ugye az éghető tüzelőanyagot nem tároljuk a közvetlen közelében, nehogy megfogja a tüzet, úgy szoktuk ezt mondani, sugárzó hőnek ki van téve a kazán vagy a kandalló közelébe az a tűzifa, és annyira melegíti, hogy az önmagában meg tud gyulladni. Ez is egy veszélyes dolog tud lenni. Aztán száraz lakások, ugye ilyenkor mindig száraz a levegő, teregetni szoktak a háziasszonyok ugye a lakásban, és hogyha a száraz ruhát is ugye ne tegyük a kandalló, ne tegyük a sugárzó tűzhely környezetében, hiszen ezek a száraz ruhák is száradás után meg tudnak gyulladni. És hát nagyon fontos az, hogy az elektromos hálózata is tisztában kell lennünk. Ugye szintén háziasszonyok szokták tapasztalni, amikor mosnak, főznek, vasalnak egyszer, hogy minden gépet
automatát használják, és leold az automatát, azt szoktuk mondani, hogy levágta az automatát, ez azt jelenti, hogy a lakásban vagy házban lévő elektromos hálózat nem bírja azt a terhelést, ahány gépet szeretnénk használni, úgyhogy érdemes átnézetni ezeket a berendezéseket is, a lakásnak, háznak az elektromos hálózat, hát, hogy nem lesz abban esetleg tűzeset, hiszen ha túltárhelyük ezt a hálózatot, akkor abból is sajnos tűz lehet. Ti azért szoktátok járni így a város részeket, most ugye ez a Covid miatt nem annyira aktuális, de hogy azért nagyon sokat fordítotok arra, hogy a szemléletet formáljátok, és hát, hogy megelőzzétek nem csak ezzel, hogy elmondod a tanácsokat, hanem mondjuk akár egy ilyen lakástüzet szimuláltok. Most hogy áll ez a kérdés, és hogyan lehetne a jövőben még jobban felhívni az emberek figyelmét a megelőzésre? Azt gondoljuk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos erről minél szélesebb körben beszélni. Éppen olyan fontos lenne, mint az embereknek az elsősegélynyújtás, vagy pedig az újraélesztéshez hasznos információkat eljutatni. Itt a tűzvédelme kapcsolatban is. Ugye mindenki átesik a munkáján egy tűzvédelme oktatásán. Tudom azt, hogy nagyon unalmasnak szokták vélni az emberek. Legyünk túl rajta, írjuk alá jegyzőkönyvet, és menjünk tovább. De azt gondolom, amíg sajnos emberek halnak meg lakástüzekben, és megelőzhető lenne ez a lakástűzödig érdemes erről beszélni. Sajnos ez a covidos időszak minket is hátráltatott, hiszen nem tudtuk megtartani azokat a külső rendezvényeket, hogy beszoktunk rendezni konyhaszekrényt, olajat fel tudtuk gyújtani benne, megmutatjuk a porraloltó használatát, az emberek kipróbálják, igazi tüzet tudnak vele oltani, tehát mindig egy ilyen interakciós előadást szoktunk tartani. Sajnos ugye ezeket a rendezvények stopja miatt nem lehetett megtartani. Éppen ezért egyébként elkezdtünk egy kicsit a online média felé, és mindenféle videó megosztó és egyéb ilyen közösségi média oldalakon egy tüzet szüntes nevű oldalt létrehoz, ahol szeretnénk ezeket az információkat érdekes formában átnyújtani az embereknek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát beszélgessünk máskor is, csak kevesebb számról. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm. Kik segítik a katasztrófa védelem munkáját, ha tömeges szerencsétlenség történik? A Gajavölgyi Tájvédelmi Centrumba látogattunk, ahol önkéntes mentősök gyakorlatoztak. Felhőszakadással és erős széllökésekkel kísért zivatar pusztított Fehérvár csurgó határában. Kidőlt fákat, hegyoldalban rekedt sebesülteket és árvizet hagyott maga után. A hétvégi esemény csak szimuláció volt, de ez az eset bármikor megtörténhet. Közel 200-an gyakorolták a mentesítést a Gajavölgyi Tájcentrumban. Azt a feltételezést kapták, hogy egy intenzív vihar következtében tömeges káresemények jelentkeztek a területen, amely meghaladja a hivatásos erőképességet, és az önkénteseket is mozgósítjuk, és ezek az önkéntes mentőcsoportok, ezek most több kárhelyszínen fognak beavatkozni, több különböző feladatot fognak végrehajtani, így például a favágási feladatok, olyan leszakadt ágak, ledőlt, kidőlt fák eltávolítása, amely veszélyezteti az itt tartózkodókat, vagy éppen forgalmi akadályokat képez, illetve van egy olyan kárhelyszínünk, ahol egy személygépjárműre, az erdőben közlekedő személygépjárműre dőlt fa, ezt a fát kell eltávolítani, és az autóban rekedt személyeket feszítővágó eszközök segítségével kimenteni, és az első segélyhelyre átadni. Illetve van egy következő kárhelyszín, ahol itt az erdős területen, erdősziklás területen ott ért a vihar egy kirándulót, aki sérüléseket szenvedett, és ezt a szemét kell felkutatni, majd pedig speciális alpintechnikai eszközökkel lementeni, és szintén az első segélyhelyre átadni. A következő kárhelyszínünk pedig, ami szintén elég gyakori a lecsapó özönvízszerű esők során, a Gajapatak megárad, kilép a medréből és veszélyeztet különböző területeket, ezért egy homokzsákolással árvízvédelmi feladatokat hajtunk végre, illetve a már elöntött területekről szivattyúkat telepítenek meg, és a ott felgyülemlett vizet szivattyúzzuk át egy másik területre. Ez lesz a mai nap rövid forgatókönyve, ehhez segítségül hívtuk mind a polgárőröket, mind pedig az önkéntes tartalékos katonákat, akik ezt a kárhelyszínt most biztosítani fogják, mert hogy itt tartózkodnak majd a tájcentrumba látogató civil személyek is, ezért fontos az ő eligazítások, illetve a kárhelyszínek biztosításánál áteresztési pontok és zárások létesítése, és így együttműködve hajtjuk végre ezt a mai napi feladatot, remélem eredményesen.
A székesfehérvári Móri, Gárdonyi és Bicskei mentőcsoportok egyebek mellett szabadítottak ki autót a rádulőfa fogsága alól, mentettek sziklaoldalon rekedt sérültet, de pakoltak homokzsákokat is, hogy megelőzzék az árvizet. A hivatásos állomány mellett komoly segítséget nyújtanak az önkéntes szervezetek, ezért is fontos, hogy az éles bevetésekre ilyen gyakorlatokkal készüljenek. Magyarországon 2012 óta tart az építkezés, amelyet nemzeti minősítés keretében bevonjuk azon önkéntes mentőszervezeteket, akik a mentésben aktívan közre tudnak működni, a lakosság védelmében a hivatásos erőket támogatni tudják, és speciális felszereltségük, kiképzettségük van, és ezt szabadidejük terhére bármikor akár egy mai gyakorlat és egy lakosság központú bemutató keretében is bizonyítani tudják. Itt nagyon fontos az együttműködés, a koordináció, valamint a önkéntesek közötti kommunikáció. Ezt gyakoroljuk, illetőleg olyan életszerű és valós helyzetbeállítások lesznek, amelyek előfordulnak nap mint nap az elmúlt eseményekben is, így mint a viharkár vagy a jégeső és annak következmények felszámolása. Magyarországon közel 20 ezer ilyen önkéntes áll rendelkezésre, akik az elmúlt időszakban, idei évben is a jégeső viharkár következmények felszámolásában részt vettek, tetőfóliázás, tetők visszabontása, aktív közreműködés a sérült házak védelmében, éppen azért, hogy fel tudjuk gyorsítani a helyreállítást és a mentést, együttműködve a hivatásos katasztrófa védelmi erőkkel. És nagyon fontos, hogy olyan együttműködés társszervek is vannak itt, mint a honvédség, a vízügy, az erdészet, vagy itt vannak azok a hivatal vezetők, akik a települések védelméért felelnek, és egy éles helyzetben csak válvetve együtt tudunk a lakosság védelmében együtt cselekedni. A gyakorlat sikeres volt, az önkéntes mentőszervezetek munkáját polgárőrök és tartalékos katonák is segítették. Ha Edda, akkor buli. Tácz Gorziumban egy különleges Unplugged koncertet adtak Pataki Attiláék az Értékmentők szervezésében. Nem a klasszikus, ám hasonlóan magával ragadó hangulat uralkodott az Edda koncertjén. Az Unplugged visszafogottabb stílusa remekül illett a történelmi környezethez. Hasonló rendezvényünk alapvetően nekünk értékmentőknek, I-generáció 5-1-esetnek nem volt, hiszen itt majd 1200 főről beszélünk, ami a mi életünkben egy nagy lépés. Nagy lépés azért is, mert egy nagyon komoly, hát az Edda művek, nem kell senkinek bemutatni, mindenképpen egy nagyon komoly együttes, és azért is nagyon komoly, mert ez mellett pedig egy hatalmas nagy számban osztottunk ki gyakorlatilag jegyeket az egészségügyi dolgozóknak, katonaságnak, és még sorolhatnám városgondnokság, nagyon sok mindenkit mondhatnék, és gyakorlatilag hát ezzel a kis koncerttel igyekszünk megköszönni a koronavírusban végzett áldozatos munkájukat. Mi, amiben hiszünk, az a hagyomány tisztelete, a hosszú évek munkája, és talán ezért is választottuk az Edda műveket, hiszen egy nagyon sok évtizedes háttér van mögöttük, és itt vannak, és velünk vannak, és még mindig tolják, ha szabad így fogalmazni, és azt gondolom, hogy ez valahol egy olyan üzenet, hogy tedd bele a melót, legyél ott, indulj el valahonnan, ők is csak egy pici kis, mondhatnánk ezt mai szól, ilyen garázszenekarként. Elindultak, csinálták a dolgokat, tehetségesek voltak, és most itt vannak. És gyakorlatilag ez az üzenet, hogy tedd bele a munkát, és legyél ott, és reményünk szerint sokan lesznek, sok mostani fiatal zenekar is lesz egyébként, aki hasonló pályát fut majd be, mint ők. Pataki Attiláék Tácz Gorziumban is hozták jól megszokott és közkedvelt formájukat, hangzásvilágukat. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta rockzenének, ezt a fajta formáját, az Unpluggedot, azaz az akusztikus hangszereket, mert mi voltunk Magyarországon az elsők, akik először ezt elvállaltuk, és elvállaltuk, hogy ezt megcsináljuk és megoldjuk ezt a feladatot. Sokkal személyesebb, sokkal több információt lehet átadni, mint amikor az ember egy rendes nagy koncertet játszik, és hát nincs köztünk a rács, meg egyebek, meg ilyesmi, amik szoktak lenni ott el a színpad előtt. De ami a lényegesebb az, hogy
szakmai véleményünk az már nagyon régóta szolgitársammal, a két szerzőtársammal és Gömri Zsoltival, a billentyűssel, hogy az a dal, amelyik egy szál gitárral vagy egy szál zongorával nem szólal meg jól, az hangosan se lesz jó. Úgyhogy meg itt kiderül, hogy ki mit tud százon. Tehát azért itt a hangerő nem fedel semmit, itt meg tudja mutatni a zenekar, hogy mit tudnak egyenként is, meg együtt is. A rendezvényen Varga Tamás országgyűlési képviselő az Értékmentő Egyesület emlékplakettjét vehette át. Az államtitkárnak fontos szerepe volt abban, hogy kormányzati támogatásból színpad jöhetett itt létre. Azt mondta, csapatmunka révén valósulhatott meg. A szabadtéri játékoknak, a szabadtéri előadásoknak nagy hagyománya van. Évtizedek óta mutatnak be társulatok, alkalmi társulatok színdarabokat, de igazi színpaduk sosem volt. A kezdetekben a fórum előtti téren, a fórum kövein játszottak. Most csak támogatásból sikerült megvalósítani ezt a fantasztikus új színpadot, és én bízom benne, hogy Gorziumban nem csak hasonló koncerteknek, előadásoknak, hangversenyeknek, színdaraboknak lesz majd ez helyszíne, hanem ez egy valódi, igazi közösségi tér lesz itt Gorziumban. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre a koncertre. Sokan feltették a kérdést, hogy szabad-e itt Gorziumban koncertet rendezni. Én azt gondolom, hogy ez egy élő város volt. Pannonia provincia legizgalmasabb, legvirágzóbb városait, emberek éltek, jöttek, mentek, beszélgettek a fórumon. Az esten 1200-an vettek részt. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is megrendezték a megyenapot a Nádasladányi Nádasdi kastélyban. Az ünnepi díszközgyűlés keretében átadták a megye legfontosabb díjait, a megyekorzó keretében pedig minőségi termékekkel várták a vendégeket. Hagyományos keretek között azonban rendkívül impozáns környezetben rendezték meg a 2021-es megyenapot. Az eseménynek a nemrég felújított Nádasdi kastély adott otthont. Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a megyenap a Fejér megyében élők ünnepe, amely nekünk szól és rólunk szól. Arra szolgál, hogy egyrészt elismerjük azokat a példás embereket, azokat a hétköznapi embereket, akik nem hétköznapi tettet hajtanak végre saját szakmájukban, hivatásukban, életútjukban. Ez az egyik rendeltetése a megyenapnak, hogy ezeket az embereket méltóképpen elismerhessük, és fontos rendeltetése a megyenapnak, hogy áttekintsük a megye helyzetét, egy mérleget vonjunk, hogy jó irányba haladnak-e a dolgok, jól fejlődik-e a megye, maga az önkormányzat, a megyei önkormányzat jól végzi a tevékenységét. Molnár Krisztián hozzátette, a megyenap további rendeltetése az, hogy mindenki együtt örüljön azoknak a sikereknek, amelyeket a lakosokkal közösen tudtak elérni. Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a megyenap a térség szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Az, hogy Nádasladányba került megrendezése, az egy fontos szempont nekem mindenképpen, mert ez részt a választókerületemben van, másrészt egy olyan impozáns kastélyban történtek a díjak átadása, a megyenap levezénylése, amely úgy gondolom, hogy hosszú távon jó az egész megyének, mert itt hírét visszük a reneszánsz kornak, a kultúrának, és hát ne felejtsük el, hogy a gyökereink a kultúrában alapoznak, és bízom benne, hogy ezt folytatni tudjuk. Az ünnepi közgyűlés keretében átadták a megye legfontosabb közjogi díjait. Molnár Krisztián kérdésünkre a kitüntetések jelentőségéről is szót ejtett. A díjazás az mindig egy olyan példás életutat ismer el, aki a saját szakmájában, hivatásában kimagasló teljesítményt nyújt. A mai napon a díszpolgáraink és az összes többi díjazott is megfelelnek a kategóriának, és most idén egy speciális díjkategóriánk is volt, amely kimondottan a járványhelyzetben való példás helytállásért került idénre elfogadásra. 10 fő kapott díjat. Gyakorlatilag a megye minden pontjáról és minden területről, mentőstől kezdve, helyi házi orvosig, ápolóig, reméljük, hogy idén egyszer és utoljára kellett ezt a díjkategóriát átadnunk. Szintén Fejér megye díszpolgára kitüntető címben részesült Szloboda Istvánné, több évtizedes településvezetői munkája, közéleti tevékenysége, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként. A Nádasdi kastély előterében a megyenap kísérő rendezvényeként megyekorzó várta az érdeklődőket, ahol a Fejér megyei termelők és kézművesek kínálták minőségi portékáikat.
Kedves nézőink, ennyi volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!